Itt állunk a drogprevenciós alapítvány Hollán Ernő utcai tűcsere programjának a bejáratánál. Ez a program itt tavaly november végén megszűnt, ugyanis a közszolgáltató ZRT felszólította őket, hogy szüntessék be a tűcsere szolgáltatást, mert hogy a helyi lakosság panaszkodott arra, hogy nagyon sok kliens fordul meg itt, és ez zavarja az itt élőket. Tehát először egy informális megkeresést kaptunk, hogy az önkormányzathoz érkeztek panaszok. A szociális osztályvezetője is megkeresett minket ezzel. Jártunk is bent nála egy beszélgetésen, hogy mit tudunk mi annak érdekében tenni, hogy hát valahogy kezeljük ezt a helyzetet, akkor még ugye ilyen bezárásról, vagy bármi ilyesmiről nem volt szó. November 26-án írásban kaptunk az önkormányzat ingatlan kezelőjétől egy levelet, hogy a helyiségbérleti szerződésünkben nem tűcsere program szerepelt, hanem információs iroda működtetése. Emiatt ők felszólítanak minket arra, hogy 24 órán belül szüntessük meg a tűcserét. Akkor már az önkormányzat egyik szolgáltató intézményének a munkatársa kapott megbízást arra, hogy jöjjön ide a környékre, figyelje, hogy ott mi zajlik, tehát egy picit ilyen rossz ízű szituáció alakult ki, és akkor azt gondoltuk, hogy ne legyen egy ilyen játszma, ami nem vezethet jóra, hogy akkor inkább bezárunk, amíg tárgyalunk. Csángó utca 3/B-be megyünk. Helyünk lesz, lehetőségünk lesz, tűcserét nem csinálhatunk. Droghasználók vannak, lesznek, ha tűcserék nincsenek, akkor is viszont HIV és hepatitis fertőzésben gazdagabb társadalmunk lesz, ami nem csak a droghasználókat fogja érinteni, hanem mivel szexuális életet élnek az emberek, és ezek a fertőzések úgy átmennek, az átlag populációba is bele fog jutni. Tulajdonképpen a tűcserében a tű egy motivációs eszköz is. Esély nyílik arra, hogy motiváljuk őt bármire. Motiváljuk őt arra, hogy figyeljen egy picit jobban magára, ha lázas, menjen orvoshoz, ha tájog van a kezén, menjen orvoshoz. Ha ő egy icipicit is motivált arra, hogy változtasson az életén, akkor van lehetőség, hiszen nem véletlenül van nekünk is a Drogoplex ambulanciánk, hogy kezelésbe kerüljön. Ha valaki kezelésbe került, megint csak több lehetőség van arra, hogy ő később rehabilitálódjon, reszocializálódjon, és mindenféle szép szavakat tudnék arra használni, hogy ő hogyan legyen hasznos tagja a társadalomnak, ami mindenkinek csillogna a szeme. A tűcsere hatékonyságát a mi esetünkben az is bizonyítja, hogy van egy drogambulanciánk, ami 2007 óta működik, és hát az ottani kezelésben, ellátásban lévő droghasználóknak több mint a 60%-a innen az alacsony küszöbből került oda. Ha nincs alacsony küszöbű szolgáltatás, nincs tűcsere, akkor ennek is csökken az esélye. Amikor tűhiány van Budapesten, hogyan lesznek eldobált fecskendők, annak meg az az egyszerű oka, hogyha ez egy bűnjel, akkor ugye én ezt a lehető leggyorsabban el fogom dobni, és hogyha eldobom, akkor ahhoz meg bárki hozzájuthat. Azért van olyan lakó, aki megerősített minket, hogy tudja, fontos, hogy ez tegnapi napon történt, hogy mi itt vagyunk, és tudja, hogy mekkora veszteség ez állami önkormányzati mindenféle szinten, hogy nincs tűcsere, tehát kaptunk ilyen lélekmelengető szavakat is. Forrás kell, belátás kell, hely kell, a személyzetet meg a szakembergárda, azt hiszem, hogy nagyon sok szervezetnél pedig megvan, tehát aki ezt tenné, csinálná.